bevezetésként, hogyha megengedik, akkor mindjárt egy önismereti játékkal fogunk kezdeni. Az önismeret az egyén saját szükségleteinek, vágyainak, hiányosságainak a felismerése, tudatosítása és legfőbbképp a megértése. Ennek megfelelően önismereti gyakorlattal indította előadását Lampert Marianna, biblioterapeuta. Az önismeret egy fajtáját, a meseterápiát mutatta be az előadó a háztartási praktikák rendezvénysorozat keretén belül a Tolnai Magházban. Azzal a céllal jöttem, hogy egy kicsit a meseterápiáról beszéljek, hogy mi is ez, illetve hogy is működik ez, és mi, akik ezt műveljük, vagy ezeket a csoportokat vezetjük, hogy is éljük meg ezeket a meseterápiás alkalmakat. Hoztam egy pár esetleírást is, és tapasztalatot is. A terápia szóról is szeretnék beszélni, illetve a mesékről is. És nem lesz kivetítés, mert maga a csoportterápiában sem alkalmazunk semmiféle technikai eszközt, csak és kizárólag az élő szót, illetve az írt szöveget, meg amit ott a helyben alkotunk, és ha a közönség majd nyitott lesz, akkor egy kicsit szeretnék velük játszani is, hogy azért a bőrükön megérezzék, hogy mi is ez a meseterápia. Amikor a fogyatékosokhoz vittem mesét, nem terápiás céllal, csak felolvasni, akkor a legsúlyosabb autista a mese végére lenyugodott, elcsendesedett, és el is aludt. Tehát a mesének, és nyilván nem azért, mert unatkozott, ő teljesen a belső világában él. De a mese ritmusa az ilyen hatással volt rá. Magyarországon a mesék gyógyító erejét az első között Boldizsár Ildikó ismerte fel és alkalmazta módszerként. Hazánkban azóta az egyik legközkedveltebb és legismertebb technika. A mesélés és a meseterápia elsősorban mint prevenció, a betegségek és mentális zavarok kialakulásának megelőzésére szolgál, valamint az emberek problémáinak a megoldásához vezető útmutatóként működik. Minden terapeuta, minden csoportvezető egy kicsit másképp alkalmazza a szöveget, és helyzetfüggő is. Anna Mária és Ildikó már nagyon magas szinten művelik, és ők klinikai körülmények között is tudják alkalmazni a terápiát. Én erre nem vagyok hivatott, én csak mondjuk úgy egészséges emberekkel foglalkozhatok kulturális környezetben, illetve hátrányos helyzetűekkel mondjuk iskolákban, vagy elítéltekkel esetleg, tehát hogy az én bizonyítványom csak idáig szól, de minden csoportvezető egy kicsit beleviszi az önmagát, a saját élményeit, a saját lelkét egy-egy ilyen csoportba, és olyan profin nem tudunk dolgozni, mint ők, de megpróbálunk a nyomukba lépni. Sokan néha összekeverik, mert hogy a Biblióból a Bibliát hallják ki, de a Biblió ugye könyvet jelent eredetileg, tulajdonképpen a biblioterapeuta az irodalomterapeuta, hogyha fordítani szeretném, de inkább mondjuk azt, hogy olyan csoportok vezetésére alkalmas egy ilyen képzett szakember, akik önismereti irányba indulnak el, és mindig valami szöveget használnak, legyen ez mese, vagy egy irodalmi szöveg, egy reklámszöveg, dalszöveg, vagy egy vers. Ezt akarja tulajdonképpen a biblioterápia. Az előadáson résztvevők bepillantást nyerhettek a meseterápia világába, gyakorlati és elméleti részébe. Ma csak mesét, a mesére koncentrálunk, vagy szeretnék koncentrálni, mesét is hoztam, de igazándiból csak egy kis ízelítőt kapnak, tehát egy terápiás foglalkozást most nem fogok levezényelni, hanem inkább csak beszámolni azokról. Egy önismereti játékot hoztam, amikor saját magunkat és a másikat kell figyelni, illetve egy mesét szeretnék nagyon gyorsan röptibe feldolgozni egy asszociációs játékkal, úgyhogy csak ezt a kettőt. A háztartási praktikák soron következő eseményén újra a gasztronómiai lesz a főszerep. Február közepén interaktív főzéssel várják az érdeklődőket.